Isten áldja meg benneteket. És mielőtt helyet foglalnátok, ne felejtsük el, nagy-nagy tapsot adjunk Jézus Krisztusnak, mert ő méltó, minden dicsőséget vegyen tőlünk erről a helyről a mai napon. Külön köszöntjük szeretettel azokat, akik először vagytok körünkben. Isten hozott benneteket, jó helyen vagytok. Kérlek, hogy mondd az a szomszédodnak, nagyon jó helyen vagy. Ha először vagy, akkor is jó helyen vagy. Isten hozott, érezd jól magad közöttünk. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani az ő nevének. Elfelejtettem. Nagyon melegetek van, akkor integessetek, hogy kapcsoljuk le a fűtést. Kérik, hogy kapcsolják le a fűtést, Gyula bátyám. Le van kapcsolva? Nem is volt bekapcsolva. A mennyei tűz éget. Intjeik, hogy nem is volt bekapcsolva. A Szent Szellem tüze éget. És mi lesz, hogyha még Samu elénekeli, hogy tűzben égek? Talán a végén. Mielőtt elkezdeném az igének a hirdetését, egy nagyon jó című könyvet tartok a kezembe, sose láttam, de jó a címe nagyon. Akinél a szív lecsendesedül. Ez jó. Jó, lecsendesedett szívvel élni. De viszont itt van egy kedvenc könyvem. Az az helyzet, hogyha ezt ide kitettétek, hoppá, meg a férfi, hogy hagyd, hogy a férfi legyen. Férfi. Tudjátok, hogy miért nincsenek férfiaknak is napjuk? Mert az a képességeket nem lehet egy nap megünnepelni. Lester Samuel, Az életem. Egy fantasztikus könyv, ha még nem olvastátok, akkor nagyon nagy a molesztás. Ez egy rendkívül humoros, földön járó ember, nagyon vicces volt, nagyon gazdag volt, és a vagyonát beadakoztam. Mikor adakozta be, mondták neki, te nem vagy normális, éhen halsz. Azt mondta, hogy ha éhen halok, akkor a sírkövemre írják rá, hogy Istenbe bizos éhen halt. De közben úgy megáldott az Isten, hogy 96-ban a Híd gyülekezete tőle bérelte a repülőket, és Ruandába küldtünk segélyeket. Saját a repülői voltak, de ilyen nagy C-130-asok, ezek a nagy óriás gépek, amiket a hadsereg leselejtezett, ő meg megvette. Úgyhogy nem elszegényedett, nagyon gazdag lett. Úgyhogy már csak azért érdemes elolvasod a könyvét. Hát, ha rád ragad ez a kenet. Ugyanakkor egy nagyon nagyon vagány prédikátor volt. Én nem vagyok olyan vagány, de igyekszek tanulni tőle, de nem mindent tanulok meg, majd megértitek, hogy miért. Lehet, hogy ha először vagy egy kicsit csodálkozó, hogy miért lelkesedünk annyira, hát szeretném elmondani, hogy nem lehet túl lelkesedni az Úrért, mert ő olyan csodálatos és olyan méltó, hogy nincs a felső határ, hogy lelkesednénk azon. Legszívesebben bevallom őszintén, inkább dicsértem volna még az Urat. De hát, hogyha nem prédikálok, azt mondjátok, hogy egész héten miért csodát csináltam, nem készültem bár egy ennyivel. Úgyhogy már miattatok csak kell egy kicsit prédikáljak. De tényleg annyira jó dolog dicsérni az Urat, és hiszem, hogy többetek szívet már a Szentlélek már megérintette, és már érdemes volt eljönnünk, ugye? Mert az Isten dicséretei mindig megváltoztatnak. Más emberek leszünk. Egy fantasztikus kis történetet fogok felolvasni a Bibliából.
Elég rég nem olvastuk ezt a történetet. Jézus egyik csodáját olvasok fel a Lukács evangélium a 18. részéből. Lukács 18:35. Mondtam már minden a hölgyeknek, hogy boldog nőnapot? Nem mondtam, akkor mondom most. Ha nem adott neked egy szávirágot senki, akkor hidd el, hogy az Úr akkor is szeret, és adja Isten, hogy ma olyan áldás szálljon rád, mintha egy nagy csokor virágot kapnál a mennyből. És egy dolgot tudjatok, hogy Isten igazságos. És ne haragudjatok meg azokra a férfiakra, akik nem értik, hogy egy szál virágnál többre van szükség, és kellene ilyenkor vinni virágot. Még ezt a könyvet nem olvasták el, hogy akinél a szív lecsendesedül, még fel van a pörzsdővel. Majd egy nap rájönnek, ha máskor nem, november 1-én majd a sírodra sok virágot fognak tenni. Morbid vagyok, mi? Hát de nem ezt csinálják az emberek? Ilyen bolond világban élünk. Ha meghal valaki hős, amíg él, szídják. De mi eldöntöttük, hogy megváltoztatjuk. Úgyhogy adjál virágot, míg él a feleséged. Mert nem tudsz túl sokat vinni. És nem tudod, hogy meddig tudod vinni. Néztek rám, hogy mondok ilyen. De hát ez az élet. Hát nagyon nagy kiváltság, hogy vihetünk virágot. Hát aki lenfekszik a sírolat, az is fel kellene, még vinnék egy szávirágot, hogyha kiengednének. De nem engedik vissza már a túlvilágról. Úgyhogy változtatni kell az élet filozófiánkon. Az élőket kell tisztelni és szeretni. Miért van az, hogy a legjobb férfi mindegyik a temetőbe van? És az összes jó feleség mind a sírba. Hát miért van ez? Nem kellene ennek megváltozni? De igen. De igen. Nem bibliai ünnep a női nap. De azért illene, hogy az emberek elgondolkozzanak, hogy te tudod, milyen nagy dolog, hogy itt vagyunk a Földön. Lényeget kell látni. Az egy legnagyobb dolog, hogy itt vagy. Itt és vagy. Ennyi. Amikor a tékozló fiú hazaért az atyai házhoz, akkor az atya azt mondta, hogy örülnöd és vigadnod kell lenne a nagyobbik testvérnek, mert feltámad, hazajött a testvéred. Egyszerűen azért, mert van testvéred. Úgyhogy egy kicsit mosolygosabban nézzetek rám. Attól, mert egy morbid viccet vágtam be, azért feldolgozzátok. Elnézést kérek először is a szőkenőktől, akit ebben az évben megsértettem. Megígérem, még fogok mondani egy-egyet köpül. De hát most Barnát nem mondhatok, hát nem kapok vacsorát. Mernék mondani. No, megtaláltátok a Bibliát? Na, akkor jó. Lukács 18:35-tel olvasom. Megbotránkoztatok, hogy ez először viccet mond, és aztán olvassa a Szentírást. Ez a pásztor ilyen. Most már. Lőn pedig, mikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út mellett koldulván. És mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, tudakozódik, mi dolog az? Megmondják pedig neki, hogy a Názaretbeli Jézus megy el arra. És kiállta mondván Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akik pedig előmentek dorgálák őt, mondván hallgasson, de annál inkább kiállta, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És Jézus meghalván parancsolá, hogy vigyék azt hozzám. És mikor közelért, megkérde őt, mondván, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Azt pedig mondta, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus mondta neki, láss, a te hited téged megtartott. És azonnal megjövő annak szeme világa, és követi őt, dicsőítvén az Istent, az egész sokaság pedig ezt látván, dicsőséget ad az Istennek. Amen. Amen. Ez is egy olyan történet a Bibliában, ami nagyon sok aktuális üzenetet tart a számunkra, és hiszem, hogy ez az üzenet ma nekünk szól, ma benne neked és nekem van aktuális üzenet. Minden történet a Bibliában izgalmas, és sokkal több, mint csak egy egyszerű csoda, több, mint egy egyszerű történet. Van fizikai, de van elsősorban spirituális üzenetem. Először is azt látjuk, hogy az egész történet Jerikó környékén történt. Jerikó az a hely, amit Józsué megátkozott. Az a hely, ami csak fájdalom, nagyon sok volt a fájdalom. És ez a hely ma a Föld.
ez a föld olyan, mint Jerikó. Teli van fájdalommal. Betegség, fájdalom, hiány, nyomorúság és koldus. Teli van koldussal. Ez Jerikó. És az a fantasztikus, hogy Jézus kiszúrja ezt a várost, és azt mondja, elmegyek Jerikóba. Tudod, mivel van szerencsénk, drága testvérem? Hogy Jézus kiszúrt bennünket, és eljött ide. Ő azt is megtehette volna, hogy ne jöjjön. Nem kényszerítette őt az Atya. Ő vállalta önmagától. Mert ahogy Jézus látta ezt az embert, hogy van egy ember, aki nagyon nagy szüksége van. Ha ő nem segít rajta, ő egész életében koldus lesz. Egész életében vak lesz. És ha Jézus nem segített volna rajtunk, mi egész életünkben koldusok és vakok is lettünk volna. A Biblia azt mondja, hogy amíg mielőtt megtér egy ember, az vak. Nem láttok. Nincs látása az embernek. Magától a legnagyobb változás, ami a megtéréskor történik az emberben, az igazából a látás. Amit rossznak láttunk, elkezdjük jónak látni. Amit jónak láttunk annak idején, elkezdjük rájövünk arra, hogy nem volt minden jó. És Jézus csodálatosan kiszúrta. És tudod, hogy miért jött Jézus erre a földre? Miattad. Miattad, az ember miatt. Egy picit most céloztam rá a nőnapokkal kapcsolatban is. Hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy azért kell venni ajándékot, mert megérdemli, mert ilyen, mert olyan. Nem azért kell. Azért kell venni, mert van. Jézus azért jött, mert te vagy. Mert van az ember. Tudjátok, hogy mi az izgalmas? Hogy még nem vagyunk tisztában, hogy micsoda nagy kincs vagyunk. Gondolj bele, mekkora útat tett meg Jézus miattad. Jeruzsálemből Jerikóba is az út elég hosszú és elég poros, de a mennyből idejönni nagyon nagy út volt, és a dicsőségből leszállni. Tudod miattad? Egy miattad. Kedvesen a szomszédod fele fordulhat, és elmondhatod, hogy miattad jött Jézus. Egy miattad. Már egy emberért eljött volna Jézus. Tudod miért? Mert ilyen fontos vagy. Hogy te nem tudod magadról, vagy tudod, az egy másik kérdés. De ő tudja, hogy te ilyen fontos vagy. Majd eljön egy nap, amikor te is felismered. Mert mondja az ige, hogy még nem lett nyilvánvalóvá, mivé leszünk, de olyanok leszünk, mint ő. Sokszor mondjuk, hogy milyen jó lett volna, nem esett volna bűnbe az ember. Biztos. De tudjátok, hogy nagyobb szintre emel fel bennünket most az Úr, mint ahol volt Ádám. Mert az első Ádámra nem volt az az ígérete, hogy mennyasszonyává válassza a Krisztus. Nem volt meg az az ígérete, hogy a királlyal együtt fog ebédelni vagy vacsorálni. Neked pedig megvan az az ígéreted, hogy ha győzöl, az Úrral fogsz együtt vacsorázni, együtt fogsz vele lenni, és olyan leszel, mint ő. Fantasztikus dolog. Nem csak jobb emberré. Engedjetek meg, mert többen megosztottátok a Facebookon, és egy nagyon nagy tévedés, hogy a kereszténység abból áll, nem abból áll, hogy jobb vagy, mint más, hanem hogy igyekszel jobbá lenni, mint a tegnap, vagy valahogy így. Ez hülyeség, ez nem igaz. A kereszténység nem arról szól, hogy igyekszek, hanem arról szól, hogy krisztusi emberré váltál. Nem csak igyekszel jobb lenni, mint a tegnap, mert így igyekeztem én megtérésem előtt, és minden szilveszterkos, minden húsvétkos, minden szülinapkor, mindent megígértem, és másnap ugyanazt csináltam. Nem tudom, ti úgy voltatok, de én ez voltam. De mikor a Szent Szellem megérintett, mikor az Isten erre megváltott, krisztusi emberré váltunk, és Isten Krisztussal kompatibilis személyé váltál, mennyei lényé váltál, a földön vagy, de a mennyei, azt mondja az ige, Krisztussal együtt az Atya hova ültetett? A mennyekbe. Krisztusi emberré tett. Csodálatos. Olyan elhívásunk van, drága barátaim, hogy bele szédülnénk, ha belelátnánk most. Tényleg. Hát ha visszajönnél, te csak az a dicsőségben, ami voltál, itt elájulnál abban a helyben, hogy ne hülyeskedj. Szemed kibírni. Ilyen ragyogó leszek? Hát igen, csodálatos helyre
helyet készített az Úr azok számára, akik őt félik. Tudod miért? Mert ilyen kincset látott benned az Isten. És lát, most is. Amikor mi a világban voltunk, a bűneinkben voltunk, akkor így szeretett, akkor most mennyivel inkább szeret az Úr? Nagyon sok ember kritikusabb, mint a drága jó Isten. És vannak, és nem könnyű az ilyen emberekkel együtt élni egy házban. Ha már valami nem úgy tettél, már megkapod. Valami nem jó, azt is megkapod. És képzeld, hogy az Isten nem állandóan jön a ez se jó, az se jó, ez se jó. Figyeltétek, hogy nem így jön az Isten, hanem átölel az Isten, és azt mondja, szeretlek. De nagyon. És mert szeret, mi is elkezdjük őt szeretni. És mert elkezdtük szeretni, igyekszünk kedvébe járni. És ez megváltoztat. Szeretném, hogyha meg felfognád, hogy mit jelent az, hogy az Úr közeledik hozzád. Igazából nem mi közeledtünk. Mi soha az életben nem tudtunk volna megtérni. És ezért van, hogy sok néhány ember nem tud megtérni. Nem olyan könnyű megtérni. Nem olyan, hogy térjél meg. Tudod, milyen nagy dolog, hogy meg tudtunk térni. Tudod miért? Mert közeledett hozzánk az Úr. Ez az ember csak koldulni állt ki. Csak nagy szerencséje volt Jézussal. Nagy szerencsénk van Jézussal. Hidd el! Ha eddig nem tudtad, akkor tudjad, hogy nagy szerencséd van Jézuska. És örülj ennek a szerencsének. Mert oda jött Jézus. És azt mondja az ige, hogy ez az ember vak volt. És a vakságnak mi volt a következménye? Elkezdett koldolni. Finom a csokoládé, fiú. Nekünk is dobhatnátok. Koldulokról beszélek, azért mondom. A koldus mentalitás a vakságnak a következménye. Ne engedd a koldus szellemet magadra. Ma a világ teli van, koldulj, egy kicsit szeressenek, egy kicsit adjál. És sajnos, hogy ez a kelet-európai tradícióhoz is tartozik, nem feltétlenül, de ahhoz is. De úgy gondolom, hogy nyugaton is teli vannak, csak másképp fejezik ki magukat. De Jézus azért jött, hogy a koldus mentalitásból megfordítson és megváltoztasson. És köszönjük az Úrnak, hogy ezt megért. De hogy változtatta meg ezt az embert a koldus mentalitásból? Úgyhogy megnyitotta a szemeit. És azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy akik nem látnak, lássanak. Akik nem látnak, lássanak. Tehát Jézus Krisztus mennyi eljövetelnek egyik célja, hogy egy olyan szellemi látás, mennyi látással áldjon meg téged, ami eddig nem volt neked és nekem. A kereszténységnek ez a lényege, hogy meglátod, megnyílnak a szemeid. Hát mennyi mindent másképp láttunk, miatt megtértünk. Például ezt a gyülekezetet egy hülye szektásnak tartottad, nem? Ki tartott a szektás hülyéknek az egészet? Hát persze, nem szégyen. De hát mégis ma itt vagy, és betöltött a Szent Szellem. Miért? Mert megváltozott a látásod. Rájöttél, hogy tévedtél. Ha az Isten megérint, a legcsodálatosabb dolog, hogy új látást kapsz. Mennyi látás a legnagyobb kincs a világon? Vagy a legnagyobb kincs? Tudod miért? Mert amilyen a látásod, olyan a sorsod. Nem tud jobb sorsod lenni, mint amilyen a látásod. Mindig a látás az a limit, ami meghatározza, mert amit ma látsz, az lesz a holnap. Azt mondta Ábrahámnak az Úr. Ábrahám, nézz szét keletre, vagyis most már mondtam, nyugatra, keletre, délre és északra. És amit látsz, neked adom. Nem tudsz több áldás a birtokodba jutni, mint amennyit látsz. Nem tudom, hogy hányan vettétek észre, hogy milyen harc megy azért, hogy a látásodat ellopja az ördög.
Mert amikor megtértél, kaptál egy látást, hogy aztán menjen bennek bizonságot. Ez, hogy nagy látásod. Nem volt, nem vettétek észre, hogy te ennek az évek kell harcolja a látásod megmaradjon. Mert nagyon sokszor jön az ördög, és megpróbál győzni, mondjál le a látásodról. De Pál apostol mit mondott? Agrippa király, hű maradtam a mennyei látáshoz. Nem vesztettem el a látásomat, megtartottam a mennyei látásomat. És az Úr adott neked egy látást az anyagi világban, adott neked látást a társadalomra nézve, adott látást az egyházra nézve, van egy látás a szívedbe. Ez nem magadtól van, azt becsüld meg, vigyázz rá, mert azt az Úrtól kaptad. És azt mondja még Isten ott Ábrahámnak, hogy azt a földet, amit látsz, neked adom, és a te magodnak, és még mond valamit, örökre. Örökre. Ezért nem lehet elvitatni azt a földet, amit Ábrahám akkor látott, és jól látott, nem kellett neki szemek meg, akkor is jól látott. Az a föld, az övék. Miért? Mert meglátta. És utána majd bejárta meg, stb. Nem azt jelenti, hogy a látás volt, de ezzel kezdődött. Vagy nézzük meg egy másik történetet. Géházira emlékeztek, Elizeus szolgája. Egy nap fel kell, és kiált. Jó, édes uram! Mindenütt baj van. Mindenütt ellenség. Minden rossz. Én nem tudom, hogy ébredtél-e ilyen napra. Én bizony ébredtem. Még mostanában is. Vannak ilyen nehéz napok, amikor csak az ember egyet tud mondani, hogy nagyot sohajt vagy jajgat. Erre pedig feljön a proféta, és mondja, proféta, segíts, nagy baj van, Elizeus, nézd ide. A proféta is körbenéz, és azt mondja, ne félj, többen vannak velünk, mint ellenünk. Hogy beszélsz te, proféta? Hát úgy, hogy közöttünk van egy nagy különbség. Te szolga vagy, és szolgai látásod van. Én proféta vagyok, és profétai látásom van. Ja, az nem mindegy. Óriási különbség van az emberek és keresztények között is a látás tekintetében. És ez az ember, tudjátok, hogy fejezte be a pályafutását, Géházi? Leprásan. Betegen. Tudjátok, hogy a legnagyobb probléma az egyházban a látással van? Hogy legtöbb betegségnek is az oka a látás probléma? Miért van a félelem? Mert nincs, mondja az ige, nem látod csak ellenséget. És lehet, hogy ilyen borús napod volt, hogy csak a bajokat láttad, akkor neked szól most rajtam keresztül az Úr, hogy ne félj, többen vannak veled, mint ellened. Az Úr veled van. És nézzétek meg, ennyit mondott a proféta, és utána mit csinál? Elizeus, aki fog imádkozni. És itt van egy, engedjetek, mindjárt csak egy kis zárójel, de vissza fogunk erre térni, hogy az ima által nyílik meg az ember szeme. Szeretnél nagyobb látást kapni az Úrtól bizonyos területekre? Akár az egyéni, akár a közösségi életedre? Ezt nem lehet kikerülni, ez ima által jön. Nem próbálta győzködni, hogy te, Géházi, hát annyi csodát láttál. Hát gondold el, valahogy az Isten megszabadít. Nem, eki fogod imádkozni. Drága barátaim, az ima az, ami megváltoztatja a látásunkat. Nem lehet lesporolni az imát. Állítsd be az órádat, kelj fel korábban, keressed az Urat, és imádkozz minden egyes nap, mert minden egyes nap látásra van szükségünk. Igazából nem azért botlik meg az ember az akadályokban és a problémákban, mert azok olyan nagyok, hanem azért, mert nem lát. Egy nehezen látó embernek elég egy centis akadály, és már nagyon meg tud botlani benne. Annak pedig, aki jól lát, annak még az akadályugrás, akadályfutás se probléma. Láttam nemrég a Facebookon egy olyan fiatal embert, aki szaladott, én akadályversenyt, és akkor az akadályba valahogy belebotlott, és akkor úgy szaladt, hogy vitte az akadályt is, annyira élvezte. Nem tudta átugorni, vitte magával, addig menni, leesett az akadályt, akkor se állt meg. Mert látott.
de ha nem látott volna. És néha, néha a családban is ez sok problémát okoz, mikor az egyik félnek van látása dolgokról, a másiknak nincs. Amelyiknek nincs, az mondja, jaj, ne csináld! Jaj! És akkor az olyan, mint a frünár hátul a régi vonatokban, tudjátok, nem volt automata fékrendszer, hanem ment a gőzös, fütyölt egyet a mozdonyvezető, vagy nem tudom, hogy honnan tudta, hátul állt, úgy hívták, hogy fékező, frünár, hallotta, hogy zsípolnak, az vette a nagy csavart, és elzárta. És néha a házasságon belül azért van sokszor feszültség, mert az egyiknek van látása, a másik pedig fél. Jaj, bebuksz, jaj, meghalunk, jaj, jaj. Nagyon nehéz így élni, mikor az egyik fél fél, az egyik fél fél, és csak fél. A másiknak meg nem fél. A másik meg él. De ilyenkor mi a teendő? Ne haragudj rá, nem kezdett ez veszekedni Géházival, nem, mert azzal nem tudod megmagyarázni. Most gondold el, volna egy kérésem hozzád, ki is próbálhatod. Légy szíves, képzeld el, ezt a könyvet el kéne magyaráznod egy vaknak, aki életében nem látott. Hidd el, nem volna egyszerű dolgod. Aki pedig lát, annak meg egyszerű, ránéz és már tudja. És ilyen, amikor az Úr megnyitja a szemünket. Hogy nyerünk új látást? Neki fogod imádkozni. Uram, nyisd meg a szemeit! És Elizeus, tudjátok, hogy fejezte be a pályafutását? Itt a földön? Úgyhogy hozzájöttek a csontjaihoz, feltámadt még a halott is. Miért? Mert látással bíró ember volt. Amilyen a látásod, olyan a sorsod. Betölti az egész csontjaidat, az Istennek az ereje, ha mennyi látás emberre maradsz. És nem engeded senkinek, hogy ezt elveszítse. És vigyázz arra, hogyha nincs látásod egy dologban, akkor nem az a dolog, hogy én nem látok abba semmi jót. Jól emlékszek, 90-es évek elején, amikor ugye mindenki kezd bontogatta a szárnyét, próbálkozott vállalkozni, rögtön megszólaltak a Géházik. Jó, ne vállalkozz, bebuksz, ilyen haltok. Nem tudom, hogy nektek mondtak-e ilyeneket, de általában szép számmal vagyunk körbevéve ilyen emberekkel. És tudjátok, mi a baj? Hogy ez a félelem, ez bénító, és sok bajnak az okozója utána. És külön kell küzdeni, de nem fogok megbukni, nem félek. De annyira tetszik Géházi, vagyis ahogy kezelte Elizeus Géházit, nem őt zavarba, hogy neki fogod imádkozni. Nyisd meg, Uram, a szemét! Hát ezt láttad? Igen, én ezt láttam. Hát ez már látvány, de nagyon nagy. Ez egyik legnagyobb győzelem volt az Izrael életében. Drága testvéreim, a győzelem már Jézus Krisztusban a miénk. A győzelem a tiéd. Mondjad a szomszédodnak, a győzelem a tiéd. A győzelem a tiéd. De ki tudja ezt átvenni? Azok tudják átvenni, akik ezt látják. Nem tud Isten nagyobb áldást adni neked, mint amennyit hitben és a szívedben látsz. Nem képzeletről beszélek, nem önszugesztióról beszélek, hanem mennyi látásról beszélek. És akkor még hozzád ér valaki, még arra is rászáll a kenet. Akinek látása van, amellett jó ülne a gyülibe is. Mert onnan sugárzik rád a látás. Aki pedig ilyen szolgalelkű, arról sugárzik a sötétség. Hogyha hittel ültél mellette, még akkor is kell küzdj egész végig, hogy valami jöjjön. Remélem, mert mind jó jön ki. De ott van Akháb. Például Akhábnak a látása milyen volt? Találkozik Illéssel, és azt mondja, megint rám találtál. Te vagy az Izrael megháborítója. És nagyon sok ember, különösen az internet függő embereken van ez, azért nem járnak gyülekezetbe, meg vannak győződve, a gyülekezetek a legnagyobb akadályai ma az ébredésnek. Mert ennél ez a probléma, a másik gyülekezetnél az a probléma, a harmadiknál az, és nincsen vége. És az Illéseket akadályoknak látják. És milyen élete volt Akhábnak? Csúszság. Lehetett volna egy nagyszerű király. Mert nagyon tehetséges király voltam, hogy nagyon jó tehetséges ember volt.
Nagyon sokat építkezett az ő idejében. Izrael nagyon virágzó volt. Tehát tehetséges volt. Nem ezzel volt a baj, hanem azzal, hogy összetévesztett az ellenségét a barátjával. Az az ember, akin keresztül Isten megnyitotta az eget. Megtapasztalása volt arról, hogy megnyílik az ég, és nagy esőzúgása volt. Saját meggyőződése, de ezek után is azt mondta neki, hogy te vagy az Izrael megháborító, a legellensége. Mondták neked, hogy te vagy a legnagyobb akadály az ébredésnek? Te vagy a legnagyobb akadály a családban az áldásnak? Mondtak már ilyeneket neked? Nem magadat hibáztad ilyenkor, nem zavartasz magad ilyenkor. Ha ő nem lát, hát mondd meg, mi lenne, ha levennéd azt a nagy napszemüveget magadról? Némely ember hegesztő szemüveggel jár, és mindenkit feketének lát. Ez ilyen hiba, mindenki teli van hibákkal, persze. De leveszed, és mondjuk a kenetnek, mondja az ige, hogy kend meg a te szemedet, szemgyógyítóra, hogy lásd. Tehát azt látjuk, hogy mi felelősek vagyunk azért, hogy nekünk nem csak Jézus eljött, hogy elhozza a látást, de én is felelős vagyok, hogy lássak. És hol nyilvánul meg? Hogy látom a testvéremet. Mert az, hogy Isten jó, azt úgy általában mindenki elfogadja. Akár is elfogadta, de Illés, vagyis Illésről már nem volt ez a jó véleménye. És igazából ma a testvéri kapcsolatban nyilvánul meg, hogy meggyógyította az Úr a szemünket, vagy nem. Azt mondja az igen, Máté 7-ben. Miért nézed pedig a szálkát, amelyet a atyád fia szemébe van, a gerendát pedig, amelyet a szemedbe van, nem veszed észre? Látjuk, újra és újra gyülekezetben az ember szembesül azzal, hogy a testvérébe van szálka. Ki látott már szálkát a közelébe valami atya fiának? Legalább álmodban, ha nappal nem láttál. Láttál? Nem nagy dolog, de kár, hogy láttad. Mondjuk azt, ha láttad, még nem baj, de azt mondja az ige, hogy ne nézd. Ne nézd. Miért? Mert gerend a testvér lesz belőled. Mert a gerenda megmarad, azt mondja, miért nézed? Én úgy gondolom, hogy most a 21. század legnagyobb kihívása mindannyiunknak a szálka. Hogy az egyházban tudunk-e úgy élni, hogy a testvér szemében szálka van, a szálkát nem nézzük, hanem őt nézzük, és szeretjük, és örülünk, hogy testvérünk. Ha megtanulunk így menni, előre haladunk, ha nem, gerendák, annyi gerenda lesz, hogy gátot lehet építeni belőle. Úgy érzem most a szívemben, hogy ez a legnagyobb kihívás, hogy megtanuljunk úgy élni, hogy ne akadjunk fent a szálkákon. Mert az Úr nem akad fent. Hát az Isten kéne legyen a mennyben legidegesebb. Hű, jön a mennyasszony, de még át van fúrva egyiknek az óra, másiknak a szeme, másiknak a füle. Jaj, mi lesz? Egy nyugtatót, angyalok, adjatok valamit. Nem nyugtalan, mert tudja, hogy egy nap majd nem lesz sömör, nem lesz szálka, nem lesz hiba, semmilyen hiba benned. Úgy fogsz kinézni, mint Krisztus. Képzeld, de úgy fogsz kinézni, mint Krisztus, mondom. Vagány lesz, nem? Ezt mondja a Biblia. Önök lesz, mint ő. Addig pedig nagyon nagy türelemre van szükség. És mit kell megtanulni? Hogy ne nézd a szálkát a testvérbe. Ott van benne. Ha oda pillantottál, és úgy csinál, mint amikor oda nem kell nézni. Ez egy nagy kísértés. Hát tudjátok, hogy az ember egész földi pálya futása alatt vannak dolgok, amit soha neki nem szabad nézni. Nem csak a férfiaknak, a nőknek is. Ha a nők ezt megtanulták volna, milyen jól jártunk volna. Tudjátok a viccet. Hol lennénk, mami? Mondják, a nők szokták mondani. Hol lennétek ti férfiak nélkülünk? Jaj, jaj. Na hol? Még az Édenben? De hogy kezdődött a dolog? Hogy az Évike elkezdett nézni olyan dolgot, ami nem kellett volna nézzen. És hidd el, legalább olyan káros a ma élő Éváknak és Ádámoknak, ha testvérük szemébe olyan néznek, amit nem kell nézni. Az igaz, mert ne foglalkozz vele.
Mennyivel más sorsunk lett volna, és sorsa lett volna Ádámnak, ha nem nézett volna Éva, nem nézte volna Éva azt a gyümölcsöt. Úgyhogy nekünk is mondhatjuk, hogy Éva, két szem szilva, miért kellett nézett azt a gyümölcsöt? De nézd meg, hogy nekünk is megvan a magunk gyümölcse, amit olyan szívesen megnéznénk. Ne haragudj, de úgy idegesít ez a... Meg kell mondjam, nem mondjad meg, képzeld, de nem kell nézni. Elkapod a fejedet, becsukod a szemedet, megtagadom és nem nézem. Mert bennünk van az, hogy nézzük. Csak az a helyzet, hogy azóta Éva vak. Mert az ördög azt súgta neki, hogy megnyitnak a szemeitek. Na aztán azóta, igen, csak az Isten közben függönyt húzott a mennybe, az ég fölé, és azóta nem látunk be az égbe. Nem megnyíltak a szemei, hanem meg egy vakságba került. Egy olyan mély vakságba, amiben minden ember beleszületik. És azt mondja az ige, hogy ne nézd a te atyád fia szemébe a szárkát. Miért? Mert a sorsodat ez fogja meghatározni. Mert a saját szemed ott a gerend, nem tud soha megszabadulni a gerendáktól. Igazából én ezt ebből az igéből azt értettem, lehet, hogy tévedek, de lehet, hogy nem, hogy minden ember szemében vagy szálka, vagy gerenda még akad. Mindenkinek. Aki a szomszédban látja a szálkát, annak a szemében már ott a gerenda. Aki nem nézi, az csak egy szálkával megúszza. Vagy megúszthatja. De most még abban a korszakban vagyunk, amikor teli van az ember gyarlóságokkal és hibákkal. Ez az igazság. Hogy van? 20 éves keresztény, uram, és hogy néz ki? És hogy van az, hogy te ezt nézed? Ez az egy érdekel téged? Tényleg ez a legnagyobb súlya ennek az embernek, az, hogy van, az, hogy megtért. Mennyi áldást kaptunk rajta keresztül? Ja, tényleg, az eszembe se jutott. A szálka képes úgy megvakítani az embert, hogy egy csepp jót nem látsz abba az emberbe. Pedig nem így van. Erre egy nagyon-nagyon jó példa, örök jó példám, de ezt nem hagyom ki most se, Anna. Emlékeztek Annára. Van neki egy nagy konkurenciája, úgy hívják, hogy Penina. Úgy is fordíthatjuk a nevét, hogy Szálka. Hát mellette ült, és mindegyre mentek a gyülibe, és amikor mentek a gyülibe, mindig mellé ült egy testvérnő, úgy hívták, hogy Szálka testvérnő. Nem nagy élmény, de lehet, hogy melletted is néha olyanok ülnek, ez tiszta Szálka testvér. És azt olvassuk a Bibliában, hogy így lön ez, esztendőről esztendőre. Keserget, mérgelődött. Mert arra volt gondja a Peninának, hogy mindig bosszantsa őt. És vannak erre specializált emberek, akik úgy tudnak bosszantani, mint senki. Nem vetted észre? Meg is haragudhatsz rájuk. De mindjárt meg fogom neked bizonyítani, hogy ez neked a javadra lesz. Mondom, a javadra lesz. Szereted az Urat? Mert akik az Isten szeretik, az minden a javukra van. Még azok is, akik téged szálkáznak. Még azok is, akik szurkálnak. És mit csinál Anna? Mérgelődik, egyszer az a férje beszól neki, hogy Anna, nem jól csinálod. Így soha nem szabadulsz meg belőle. A tekintetedet le kéne vegyed, és nézd rám, hogy én vagyok a férjed. Ja, tényleg, van férjem, el is felejtettem. És szeretném, hogy tudjad, hogy neked van egy csodálatos vőlegényed, úgy hívják, hogy Názareti Jézus Krisztus. Nekünk a szemünket rá kell vetni. És amikor ezt neki sikerült, akkor mit csinált? Elkezdett imádkozni. Látjátok, az ima mindig egy változást hoz az ember életében. Elkezd imádkozni, könyörök az Úrhoz, imádkozik. Na, oda jön a pap, még egyet döf, hogy biztos legyen, hát nem lehetne, hogy kihagyja az oldalában, de azt olvassuk, hogy az arca többet nem lett szomorú.
Addig imádkozott. Hogy tudod, hogy lehet megszabadulni a szálkatest szúrásától? Imával. Az ember elkezd imádkozni az Istenhez. Könyörög. És megszabadult. És mi lett a következménye? Született Sámuel. Született Sámuel. Dicsőség az Úrnak. És azt mondtam nektek, hogy a javodra lesz. Tudod igazából, hogy miért született Sámuel? Azért, mert volt egy Penina, aki addig bosszantotta Annát, hogy az annyit imádkozott, hogy Sámuel született. Igazából Penina volt a csodának az egyik ösztönző eszköze. Az a helyzet, drága barátaim, amikor hátulról szurkálnak, jobban tudunk imádkozni. Ilyenek vagyunk. Kicsit szurkálnak, jaj! Vagy elkeseredik az ember, depressziózik, mérgelődik, vagy pedig neki fog imádkozni. Úgyhogy ne azokért bosszankodj, akik bosszantanak, ne engedd, hogy a tövés tönkre tegyen, mert igazából nem is tudod elképzelni, mekkora áldást készít neked az Úr. Egy új korszak kezdődött Izrael életébe. Egy új korszak, a profétaság korszaka következett. Hogy kezdődött ez a korszak? Úgy, hogy jött a Penina, és minden nap bosszantotta, de mit csinált? Mikor rájött, annan nem baj, neki fogok én meg olyan imádkozó ember leszek, és ha imádkozó emberé válsz, akkor a bosszantás javadra lesz. És azt mondja az ige, és meglátogatta őt az Úr. Megemlékezik róla az Úr. Igazából gond, a mennybe képzeld el, ott fog majd ülni Anna, mellette Penina. És mondja, nekem köszönheted a Sámuelt? Igen. És tudod, mit jelent Sámuel neve? Az Úr meghallgatott. Ez fog születni a Peninákból. Lehet, hogy most csak ott vagy még annál a fejezetnél, amikor szúr. De ha te elkezded az ima életedet intenzíven kapcsolni, meg fogod tapasztalni, hogy megszületik a Sámuel, amikor az Úr meghallgat, és egy olyan ajándékkal áld meg, hogy az egész emberiség hálás lehet Sámuelnek. Maga Jézus is többször idéz Sámueltől. Nem született nagyobb proféta. Egyik legnagyobb proféta volt a... És hogy kezdődött? Úgyhogy volt egy nő, a nők bocsássa meg az Isten nekem, de ebbe profik, na az az igazság. Férfiak is lemaradva egy kicsivel utónyomóban van, de ezért még kell tanuljanak hozzá. A nők ebbe profik. Mert ha azt mondják, hogy drágám, azt is úgy tudják mondani, hogy olyan hangsúlyt tesz oda, hogy a hétig van, mi gyászoljon utána valaki. Szóval azért nem, ugye nem haragoztak ránk. Nőknap után egy ennyit muszáj volt mondjak. De, hogyha az ima életedet arra ösztönöz téged, arra összpontosíts, hogy az imádkozásban mélyedj, az Úrhoz futsz, akkor azt fogod látni, hogy Sámuel, az Isten meghallgat. És megnyitja a szemedet. De, ez volt az Úrnak a célja. Hát ezt nem is gondoltam. Ilyen jót tud kihozni az Isten, de még mennyire? Úgyhogy, nézzük meg, mit mond Jézus. Miért van az, hogy mégis sok keresztény gyülekezetben éveken át ott ül, és látjuk, hogy a szeme valahogy nem nyílt meg igazából. Láttatok már ilyet? Hogy ül bizonyos emberek, létszámtőteléknek jók. De igazából nem látják a dolgok lényegét. Remélem, te nem ilyen vagy, de ha ilyen lennél, akkor egy nagyon kemény dolgot fogok neked most mondani. És ha internet előtt ülsz, és én vak kritizáló vagy Szálka és Gerenda szakember, akkor hadd olvassak fel neked egy jó igét. János 9:40-et olvasom. Hallák ezt ezek némely farizeusok, akik vele voltak, és mondanak, avagy mi is vakok volnunk? Mondta nekik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ám de azt mondjátok, hogy mi látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. Igazából Jézus nem tudta meggyógyítani az farizeusokat a vakságból. És miért? Mert fel voltak fuvalkodva. Ez a helyzet. Drága barátaim, a felfuvalkodás tartja vakságba az embert. Mikor az ember azt mondja, én látok, ne hülyeskedj. És miről van mindig a vita? Hogy én így látom, te úgy látod. Sokat gondolkoztam a 6-os és a 9-esen, azóta is gondolkozok. Emlékeztek, ide megmutattam nektek. Arra gondoltam, például neked odaadnék egy ilyen táblát, amin egy 6-os van, ami
9-es. És hazafele vinnéd, és megkérdezem, te milyen táblát viszel, ne haragudj, hányas van azon a táblán? Hát de 9-es, én... Még te magad, aki viszed a hónod alatt, se tudod megállapítani, mit viszel. Mert ha így tartod 6-os, ha úgy tartod 9-es. Ennyire a mi látásunk korlátolt. Ennyire nem megbízható, nem alapozhatsz arra, hogy én jól látom. Sokkal fontosabb az alázatos szív. Jézus azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Ha ezek a farizeusok azt mondták volna, hogy mi nem látunk, szükségünk van, akkor megmenekültek volna. De mert azt mondták magukról, hogy mi látunk, azt mondja Jézus, a ti bűnötök megmarad. Ezért van annyi ember a gyülekezetben, igazából éveken át nem tud megszabadulni bizonyos bűnökből. Jár a gyülekezetben, én gyülekezetben járó bűnös. Hát annyi éve jár a gyülekezetben. Igen, de nem mindegy, hogy hogy. Ha alázatos szívvel járunk, akkor az Úr megnyitja a szemünket, és meglátjuk, hogy hol kell megtisztuljunk. Hogyha az ember nem alázatos, akkor meg azt nézi, hogy más miből kell megtisztuljon. De ez így azt mondja, hogy nézzünk a szabadság tökéletes tükrébe. Nem a szabadság tökéletes ablakába. Az ablakban másik hibáját látjuk, a tükörben magunkét. És azt mondja Jézus, hogy azok, akik a farizeusok, akik magukat okosaknak, igazaknak, jó látással bíróknak tartják, mondja az ége, megmarad a bűnötök. Hát mi meg azért jövünk, hogy az Isten bocsássa meg a bűnünket. Ne felejtsd el. Az alázatos szíveket az Úr megnyitja a szemét. Egy másik helyen mondja az ige, Jézus mondja, hogy két vak ember volt, és kiáltották, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk, és Jézus mondja, gyertek. Mit olvasunk? Ledobták a ruháikat. Ahhoz, hogy az Úr megnyissa a szemünket, le kell dobni a kérges oly emberünket, és megalázom magunkat. Uram, szükségem van. Adj nekem egy mennyi látást. Akarom a te látásodat bírni. Adj kijelentést nekem. Nem akarok látás nélkül menni, mert nem. Amilyen a látásom, mondjuk együtt, amilyen a látásom, olyan a sorsom. Mennyi látásod van, mennyi sorsod lesz. És nagy kihívás megőrizni a mennyi látást. De van egy nagyon jó hírem. Jön Jézus. Ő nem veti meg a vakokat. Ő nem kerülte ki a vakot. Ő nem került ki bennünket, és nem néz le bennünket, ha nem látunk. Hanem odajött. És szeretném, hogy tudjad, hogy odajön Jézus, ahol szükség van rá. És ha te ma elfogadod, hogy Jézus, szükséged van Jézusra, jó helyen vagy, mert Jézus itt van. Ketten vagy hárman az ő nevében jelen van, összegyűlnek, ő jelen van. Hányan jöttetek ma is az ő nevébe? Azt mondja a Biblia, hogy akkor ő is itt van. És miért jött? Azt mondja, azért jöttem, hogy a vakoknak szemei megnyíljanak. Isten számára, Jézus Krisztus számára egy mennyei küldetés, provokáció, hogy te élesen és tisztán lássál. És én lássak. Nem szeretnélek kiábrándítani, de nincs mennyei látás intenzív ima élet nélkül. Nézzétek meg, mit csinált ez a vak is, mikor megjelent ott Jézus, oda vitték Jézushoz. Neki fogott kiáltani, mikor arra ment Jézus. Megtudta, hogy Jézus az. Érdeklődött, miféle zajt hallok? Hallott, a tömeg megy. Miféle kiabálás? Most jön a názereti. Aztán akkor ő rázendített. Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Annyira imádkozott, hogy botrány lett belőle. És ma is van, akik így imádkoznak, és néha, miért kell hangosan imádkozni? Nem süket az Isten? Igaz, hogy nem süket, de nem is idegbajos. Hát most gondold el.
Ez az ember felfogott valamit. Ez életének egyetlen olyan esélye, ami nem biztos, hogy még meg fog ismétlődni. És ha most úgy vagy itt, hogy nagyon nagy szükséged van látásra, hogy Uram, de hogyan a házasságodban, az a életedben, a személyes életed, hogyan tovább, Uram? Nem látlak, nem látom, hogyan. Akkor ne szégyelj kiáltani. Uram, nyisd meg a szememet, adj kijelentést, adj látást nekem. Pál apostol mondja, hogy könyörgök az Úrhoz, mindannyiótokért, hogy az Úr megnyissa a ti szíveteknek a szemeit. És elolvasom románul is nektek, mert tudom, hogy jól sokan perfektek vagytok a román hallásban. Și mă rog ca Dumnezeu, Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii. Tehát, amiről én ma beszéltem, az nem a szemgolyóknak a látásáról szó, hanem a szívünknek a látásáról. És hogy az efészusi gyülekezet hogy kapott látást? Úgyhogy Pál apostol is ezért könyörgött. Uram, adj látást nekik! Géházinak, hogy nyíltak meg a szemei, hogy Elizeus imádkozott érte. És ezért kérlek téged, minden nap fordíts időt arra, Uram, nyisd meg a szememet, én látni akarok úgy, ahogy te látsz. Az isteni látószög és az emberi látószög között nagyon nagy a különbség. Mi emberek nagyon hamar nézzük, ami a szemünk előtt van. Még Sámuel proféta is, pedig azért nagy lecke volt a mamától. És amikor fel akarta kenni Isai fiak közül a legnagyobb jött, ha jól emlékszem, hogy hívták a legnagyobb fiát? Eliáb, igaz? Eliáb. És így magában mondja, hát ez az. Fú, de jó képű srác, ezt királynak, Saul után ez kitűnő lesz. Közeledik hozzá, és szól a Szentlélek, Sámuel! No! Ezt nem! Jó, Uram, jó, oké. És volt még egy divat bemutató, hogy kihúzta magát elé. Erre mondja Sámuel, I'm sorry. Ahogy jöttél, úgy mehetsz is. Jött a következő, az is. Mindegyik. Daliázsak, gondolom, hogy kihúzták magukat. Nagy bicepszek itt akkor volt, hogy mondja az Úr, emel az. Mindegyik. És akkor azt mondja, Sámuel, az ember azt nézi, ami a szeme alatt van, amit kívülről lát. De én más nézek. Én azt nézem, mi van a szívébe. És az Úr most is a szívedbe néz. Ehhez az emberek tudják a hibádat. Azért azt álmodtam, valaki nagyon írt a hibáimat. Három oldalt írt fel, azt álmodtam. És már kitaláltam, mit fogok mondani, ha találkozok vele. Még felét sem mondtad el. Tudod, miért vagyok boldog? Mert az Úr nem ezt nézi, hanem az Úr a szívünket nézi. Dicsőség az Úrnak. De azért kesereg, aki a te hibáidat sorolja, vagy írja. Az ördög írja, és a vádlóid. Jézus pedig azt mondja, én a szívét nézem. Ez meg csodálatos. Dicsőség az Úrnak. Olyan felszabadító. Ha nem engeded, hogy a mások emberek véleménye téged lenullázzon. Nem anyósod kell értékeljen téged az Istenről. Nem fogja hívni, hogy atya, drága, Teréz anya, gyere csak ide. Na, a mennyed milyen kisasszony? Jaj, de jó, hogy itt van. Na, figyelj ide, Uram, ez se főzni nem tud. Ez nem becsült egy nap se a drága szent fiamat. Hogy ezt csinálta? Nem anyósod lesz. Nem az ellenségeid lesznek. Hanem tudod, ki lesz ott? Jézus lesz a Szent Szellemmel, és mondja, ezt úgy megdolgoztatod, de itt van. És mondja a Szent Atya, megérte, fiam. Csodálatos.
Ő nem fogja mondani, hogy ki hitte volna, mert ő hitt. De olyan nagy változást végez a Szent Szellem benned és bennünk, hidd el, és ezt az ellenségét nem akarják elismerni. De csak gondolj bele 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt hol voltál. Hát te magad nem hitted, hogy itt leszel. És az Úr már itt van, és már itt vagy, és már mennyit elvégzett, és utána tudja, utána is be fogja fejezni, és hibátlan leszel, pont hibátlan. És az Úr már most gyönyörkedő, annyira vagány, csodálatos. Részidőben oké vagyunk. Oké, jó. De már jó, de még ilyen. Egy szálkával kevesebb, nyugodjál meg lelkem, nyugi. Én azt nézem, hogy messziébe van. És ki lakik a szívedbe? Krisztus lakik gazdagon. Krisztus lakik gazdagon a szívemben. Mondjad velem együtt. Megvallom. Krisztus lakik a szívemben. Gazdagon. 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 Szabad kiabálni? Persze, hogy szabad. Nem idegbeteg az Istenünk. Se balettórán vagyunk. Hanem mennyei műtéten vagyunk, ahol a szívünkben az Úr munkálkodik, és változtat, és gyönyörködik benned. Csodálatos, hogy az Úr, maga Krisztus is, egy milyen mennyei látással bír rólad. És ezt akarja átadni, hogy mi is így lássuk egymást. Mindig változtathatsz a látásoddal, mindig meghatározhatod a jövődet. Mindig. Lehet nagyon rossz a helyzet, de a látásod mindig, azt te döntöd el, hogy milyen. Egy pohárba te döntöd el, hogy melyiket nézed, hogy félig van, vagy teli van a félig a pohár. És én azt mondom, hogy nézd azt, hogy a Szent Szellem elkezdte a jó dolgot, be fogja fejezni, benned is, a testvéredbe is, a melletted ülőbe is. Na, aztán jó sok munkája lesz. Hát miért benned nem volt? Rajtunk nem volt. Én őszintén elmondom nektek. Én magamat nem engedném be a gyülekezetbe, úgy néztem ki 30 évvel ezelőtt. És itt vagyok. Prédikálok nektek. Én se hiszem, hogy igaz. Hát az Úr munkája. Hát mindegy, egy csodák vagyunk itt. Hát nem magunk jöttünk el. Nem a mi okosságunkból. Az Úr munkálkodott bennünk. Megszólított. Én egy vallásos fafejű voltam, te lehet egy kocsmába voltál nagy hős, másik a boxba, másik a halászatba, kit honnan szedett össze az Úr. De mindennyünket az Úrhoz szedett össze. Az Úr változtatott meg. És hiszem, hogy egy nap hibátlanok leszünk. Dicsőség az Úrnak. De ez az Úr munkája. Higgy el, örülj neki, gyönyörködjél benne. Tényleg? Hát tényleg. És hidd el, hogy be fogja fejezni. És egy nap úgy fogsz ragyogni, mint Krisztus. Ragyogni fogsz, mondom. Csodálatosan. Hogy hit kell hozzá? Nagy hit. De Istennek megvan ez a nagy hite. Mert megvan írva, hogy nem tér vissza üresen az elküldött mag. És adja meg Isten, hogy mi is. De ilyen nagy látással bíró emberek legyünk. De mit mond Pál? Nem szűnöm meg imádkozni értetek. Nem szűnöm meg. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy már most döntsd el, hogy mikor fogsz imádkozni. Tegyél egy időpontot, aminek az lesz a célja, azért imádkozok, Uram, adj nekem egy látást. Mert van az emberben, a szívednek van olyan képessége, hogy látod, belelátsz csomó mindenbe. Csodálatos dolog úgy élni. Démos Sakarján, németeknek remélem mond ez a név valamit. Ez az ember egy vállalkozó volt, földművelő volt. És csak azért imádkozott mindig, hogy az Úr adjon neki vezetést, hogy most ősszel adja el a szénát, vagy tavasszal. Nem olyan nagy dolog, de azért olyan milliómos lett, hogy a tizede egy évben $1 millió volt már. Úgy megáldotta az Isten, mert a Szent Szellem neki mindig megsukta. Azzal kezdte, hogy egy kancsóba hordta a tejet, aztán vette egy tehenet, aztán vett 10-et, aztán amikor a könyvet írja, akkor 200 teherautója volt, aki a farmjáról gyűjtötte össze a tejet. Tehát azért ki lehet számolni egy teherautóba, szerintem nem, sokkal több volt.
Több. 200 teherautó, egy teherautó, Jani, hol vagy? Egy teherautóban hány van? Körülbelül 10 tonna. 200-ban? 200-szor, 10 tonna az mennyi? 2000 tonna. Képzeld el. És tudod, az, és elmondja az egész könyvében. Ő arra figyelt, mit szól a Szentléleghoz. A Szentlélek tudja, a vállalkozásodat is jobban ért, mint te. És van egy ilyen látása az embernek. Csodálatos. Mi az igazság, mi a hazugság? Akinek jó, erős látása van a szívében, nem lehet hazudozni neki. Mondja, figyelj ide, ez autó, vedd meg, mert ilyen olcsó, olyan olcsó. És közben lehet, hogy valami nem is tűnt. De Szentlélek a szívedben mondja, ez az autó nem a tiéd. Nagyon szép az autó, de nem kell. Ne csinálj! Én nem is csinálom. Menjél vele. Mindenben tud segíteni a Szentlélek. Érdemes a Szent Szellemre figyelni. Hol van az a forrás? Emlékeztek, hogy hívták a Sárának a szolgáját? Hágár. Hágár lapát járt a szája, és mind lenni szokott, lapátot tették. Sokat járt a szája, és az Úr is azt mondta, hogy tegyed lapátra. Nem volt könnyű, de kirakták. Na, a lényeg az, hogy neki kiment a sivatagba, és neki fogott sírni. És egyszer jön egy angyal, és azt mondja, Hágár, miért sírsz? Hát, hogy ne sírnék? Azt mondja az angyal, megnyitá a szemét, és mit lát? A forrást. Nem a sírás oldja meg a problémádat, hanem az ima. És az Úr megnyitja a szemedet, és megtalálod, hogy ott van az életednek a forrása. Például az anyagiakban. Épp ma hallottam valaki, hogy menj Svédországba. El lehet menni Svédországba. De én olyan depressziós országot még nem láttam, mint Svédország. Komolyan mondom. Olyan fájó, mikor az emberek elmennek, de annélkül, hogy nézzenek előtt a dolgokat. Hidd el, Isten a számodra rendelt, ha megteremtett arra a földre, az erre a földre, nem volt egyszerű, hidd el. Ezt képzeld, nem felejtett, hogy hajad is legyen, vagy orrod. Hát azért csak úgy gondolj bele. Megteremted. Hát akkor mennyi dolog Istennek, hogy egy forrást is rendeljen a számodra? Minden egyes ember számára Isten rendelt megélhetési forrást jót és bőven. Az más kérdés, hogy felismertük, vagy állandóan a másik kutyát néztük, az igen, annak milyen jól megy. Na nem baj, én is csinálok. Gyufát árulok, én is gyufát fogok árulni. Nem az számít, hogy mit csinálsz, hanem az, hogy az a forrás a tiéd, akkor az fog menni. Ha nem a tiéd, hagyd békét. Annál nagyobb csapás nincs, mint mikor valaki olyannak fog, amihez nincsen ajándéka. Biztosan ettetek ti is olyan vendéglőben, amit egyszer használatos. Mondod, ide se jövök, soha többé. Voltál ilyen vendéglőben? És arról egy személy gondoskodott, a szakács. Soha nem felejtem, nem mondom meg a város nevét, mert nem akarom megbántani őket. Megyek egy városba, és mikor megyünk be, egy kedves barátom itt oda, és mikor mentünk be, látom, hogy a szakács szivarazik. De úgy ember füstöm, mint egy török. Milyen érdekes, így mondom magamban, hogy hát ez egy konyhában annyi munka van, hogy van ide ennek az embernek? Akkor megyünk tovább, befoglaljuk el helyeket, látom, hogy a pincérek viszik vissza az ételeknek, de általában a felét, vagy háromnegyedét. Mondom, ez még rosszabb jel. Aztán úgy vitték az enyémet is vissza. És akkor döntöttem, hogy soha többet oda nem megyek. Miért? És elmondom nektek, ez a szegény ember, ártatlan. Ha főbelőnék a szakácsokat, őt ártatlanul lőtték volna főbe. Mert nem arra született. Nem arra való. Neki valószínű kapálni, ásni, fúrni, faragni, ki tudja milyen ajándéka van. Ne azért csinálj valamit, mert más csinálja. Isten neked rendelt egy forrást, és azt ismert, hogy abba jó vagy. Ha azt csinálod, áldott leszel, sikeres leszel, boldog leszel, jó lesz. Ha nem azt csinálod, öreg szaki leszel, de jó soha. Hát miért az autószerelőknél nem így van? Hát soha se felejtem, mert hívtam egyszer egy vízszerelőt a házamban. És
Alig fog neki dolgozni, nem is talán nem is fogott neki, vagy éppen rakta ki a szerszámokat. Egy perc után látom, hogy egy gyönyörű szép, akkor jelentek meg ezek a gömbcsapok. Ez az akkora nagy dolog, ez olyan 25 évvel ezelőtt lehetett talán. Nagy dolog volt, hogy gömbcsap, érted, én is, hogy kicserélem a csapémat. És megfogja, felkaptatja, és kivesz ekkora francia kulcsot, megfogja azt a kromos részt is húzza. Bocsássa meg az úr, úgy kábáltam neki, hogy csak a torkomok. Mit csinál? Hát mondja, hát neki csak ez az egy kulcsa van, ami átéri. Ja, értem. Tehát nem ő a hibás, nem az a szakmája. Valami másra hívta el az úr. Nem, hogy francia kulcsot tekerjen az én házamban. Nem is fog soha. Legyen nyugodt. Tehát az imával tudod meg azt, hogy hol van az a forrásod. És az jól ad az a forrás. Az tudja, hogy el kell tartsad a gyermekeidet, és a családodat, ismert téged, tudja a tehetségedet. Ő beléd helyezte születésed előttől már. Emlékszel, Ferenc? Téged is hívtalak egyszer. Te utána jöttél, de már láttad a munkát. Azt hiszem, mert neked már mondtam, láttad? Emlékszel? Mondom, vigyázz, mert itt járt valaki, nehogy összekarcolt a csapomat, mert biztos mondtam, mert utána mindenkinek azzal kezdtem, ha ért, nézze meg a csapomat, nehogy összekarcolja. De te neked volt már olyan műanyagos, vagy valamit láttam akkor már. Szóval az Úr az ima által nyissa meg a szemeidet. Nem az irigység meg nyitja meg a szemet, hanem az ima. És nagyon gyorsan nézzük meg, hogy mi az ima témád. Legyen ez az ima témád. Azt olvassuk az ígébe, hogy imádkozik, és az Úr válaszol az imára, és azt mondja, láss. Hiszek abban, hogy ma is az Úr válaszol arra az imánkra. Uram, én látni akarom, jobban akarnak látni. Hol az én helyem az egyházban? Milyen szolgálattal bíztál meg? Mi a dolgom a gyülekezetben? Mi a családban? Mi a társadalomban? Mi a gazdasági életben? De a rengeteg szálka, néző, bámészkodó, mint a bábszínházban úgy ülnek az emberek a gyülekezetbe, és nézik nem a bábokat, hanem a szálkát egymásba. Csodálkoznak, hogy nem látnak se hang, se felület. A bálpapésének volt, a borotválkoztak egész nap, kenték, fenték magukat, de vakok maradtak. És nem arra hívott el az Úr, hogy borotválkozzál csak, nyírjad magad, hát borotválkozz, ha kell, de ne érts félre, de nem attól leszek kedvesebb az Úrnak, hogy hány bőrt húztál le magadról, hanem attól leszel kedvesebb az Úrnak, hogy nem a szálkákkal foglalkozom, hanem az ima áldozatát hozzuk meg az Úrnak. Nézzétek meg, mi lesz az eredménye. Mert rendkívül fontos. Következményei vannak annak, ha valakinek megnyílnak a szemei. Az első azt mondja is, azonnal megjövő annak a szemevilága, és követi őt. Az első dolog, amin ismérve az, ha valakinek megnyílnak a látása az, hogy elkezdett követni Jézus Krisztust. Úgy, nem azért, mert mondták, nem azért, mert hívtak, nem azért, mert nyaggattak, nem azért, mert bemanipuláltak, hanem azért, mert látsz. Ez az a názereti. Ez az a személy. Emlékeztek az asszonyra is. A vérfolyásos asszony. Körbeveszik Jézus sokan. Péter is, tanítványok is, lögdösödők, stb. De van egy asszony viszont, ő másképp jön, mert neki volt egy látása. Most elmegyek, megérintem az ő ruháját, és meggyógyulok. És ezt jelenti Jézus követni. És mondja az ige, Jézus követésének van néhány nagyon jó ismérve. Egyik. És mondta nekik Jézus, kövessetek engem, és én azt művelem, hogy embereket halászatok. Drága barátaim, az egyik legcsodálatosabb dolog ebben a föld életben kihalászni másokat. De ezt nem én tudom tenni. Ahogy én nem tudtalak téged kihalászni, nem tudtam magamat se kihalászni, nem tudom mi más embert kihalászni. De ha az Istent elkezdjük követni, akkor ő átalakít bennünket, és emberhalászá tesz. Azt mondja, én azt teszem veled. És ha szeretnéd ellenőrizni magadat, hogy mennyire látsz, mennyire nyíltak meg a szemeid,
Akkor hadd mondjak egy kérdést. Az annyiba látszik, hogy mennyire tudsz más embert, mennyire változtam emberhalásszá. Mondja de kedvesen a szomszédodnak, hogy az Úr belőled emberhalászt akar faragni. Kövesd az Urat, és lesz belőled emberhalász. Igen, Istennek nem csak mi vagyunk a fontosak, hanem minden ember fontos. Minden ember fontos az Úrnak, aki most még vakon, vagy lesújtottan, bajban üldögél, vagy bajban van az élete útján. Mi Jerikói lakos még. Nem magunkkal kell legyünk elfoglalva. Aki az Urat követi, az azzal kell legyen elfoglalva. Uram, használj engem is. Nem figyelted, hogy bizonyos időszakokban emberek jönnek hozzád, és szinte kérdeznek, hogy kell megtérni. Máskor eltelnek hónapok, hetek, hogy senki arra felé sem megy. Tudod, mitől függ? Mennyire vagyunk közelről követjük Jézust. Ránk ragad az Úr követéséből. Ő alakít át, és ő akar átalakítani. Engedd, hogy formáljon át téged az Úr. Engedd, hogy formáljon át minket az Úr. Másik ismérve annak, aki követi Jézust. És követi őt nagy sokaság, és meggyógyítja őket. Egy jó hírem van. Az Úr meggyógyítja azokat, akik őt követik. Beteg voltam. De eljöttél hozzám. Hogy van tovább? Szereteddel meggyógyítottál. Az Úr jelenlétében gyógyulunk meg. Nem kaptál nők napjára egy 100 szerencsétlen fonnyat virágot, akkor is meggyógyít az Úr. Nagy trauma lehet. Ugye elgondoltam, hogy az a nőknek nincsen könnyű dolga. Még én is cikizzem, hogy jobb legyen. Nincs könnyű dolgotok. Az Úr erősítsen meg, és bírjátok ki, amit ki kell bírni. Adjon az Úr a mennybe vigaszt. Figyeljetek ide, a pásztorlásban tudjátok, hogy hány embernek fáj az, hogy nem kap virágot? Ha ezt a férfiak megértenék, akkor nem lennek olyan fukarok. Hát mi olyan fontos, hogy száll virág, mi van? Nem mondom olyan fontos, csak lehet, hogy a házasságodat megmenti. Hát nem merem, megmondom őszintén. Ha most őszintén felemelni minden hölgy, aki nem kapott virágot, elhiszitek nekem, hogy itt lenne 10-15 kéz a levegőben, de lehet, hogy 50 is. Próbáljuk meg, mondod, mi? Nem bánnád. De ez egy szálka kiállítás lenne akkor. Mert a férje meg süllyedne a szék alá. És nem akarjuk ilyen helyzetbe hozni a férfiakat, hanem arra kérlek, hogy gondoljátok meg. De hogy keveredtem én ide megint? Várjál. Nem erről akartam beszélni. Hanem arról, hogy meggyógyít az Úr. Kiveszi a szálkát a lelkedből és a szívedből. Nem csak fizikálisan gyógyít meg, hanem szellemileg is, érzelmileg is. Emlékeztetlek benneteket, amikor benn volt a... Itt jött rám a virág, hát érzem most már. Nem értettem itt, miért mindig a virágokról beszélek. Hát jövök ide, a virágszellem, virágszellem. Tudtad, hogy a virágok kommunikálnak egymással? Komolyan ezt hallottam. És lehet, hogy igaz. Ezt egy szakember mondta nekem, hogy a növények kommunikálnak egymással. Elhiszem, mert a mennybe kommunikálni fognak, az biztos, azt tudjuk. Akkor miért lehet, hogy itt mi maradt valami kommunikálás köztünk, mi kell, mi megfejtsük. Na, a lényeg az, hogy az Úr a te gyógyítód, ne hordozzál sebeket. Ahogy jársz az Úrban, úgy fogod megtapasztalni, hogy mind inkább meggyógyít az Úr. Nem normális dolog, hogy keresztény vagy. Azt mondod, hogy követed az Urat, és hordozod Mária hétfájdalmát, minden fájdalmat a lépcsőháznak, Romániának, Erdélyén, Magyarországnak, március 15-ének. Ezek mind fájdalmak. Trianonról nem is beszéltem. Azt mondja az ég, ha az őt fogod követni, meggyógyít minden fájdalmadból. Minden fájdalmadból. Abból is, hogy anyád elhagyott, abból is, hogy apád elhagyott, abból is, hogy elváltak, attól is, hogy ők anyád is elhagyott, dédanyád is, szépanyád is, nagyanyád is.
Mindegyik fájdalmadat elveszi az Úr. Ezt, ahogy jársz az Úrban, mind követed az Urat, úgy hullnak le a pikkelyek rólad, mind ahogy takarítják a halat, ugyanúgy szedi le rólad, vagy a hagymát. És engedd, hogy az Úr gyógyítson. Az a helyzet, drága barátaim, a gyülekezetben gyűjthetsz fájdalmakat is. Mert mondtam, hogy szálkával teli van a testvérek, és a sok szálka között könnyen úgy néz ki az ember, mint a sündisznó. Mindenütt szúr, akár merre nézek. De ugyanakkor, ha Jézus Krisztus követjük, szorosan követed, azt fogod tapasztalni, húzza ki a szálkákat, a töviseket, a fájdalmakat a lelkedből, és egész egészséges ember leszel. Az Úr a te gyógyítód. Az Úr a te lelkednek is a gyógyítója. Az Úr 100%-os gyógyítod. Mondjad el a szomszédodnak, lehet nem tudja, hogy az Úr a te 100%-os gyógyítod. A lelkednek, a testednek, a pszichédnek, mindenednek. Úgy meggyógyít az Úr, hogy még a helye se látszik. Emlékszel, hogy meggyógyított téged az Úr? Ferit ismeritek? Állj fel, mert nem hiszik ezek, amit mondok, meg kell mondjam. Gyere ide mellém, Feri, ne szégyel, ne szégyel. De ne megszégyeníts engemet. Tudod, mit nem szabad mondjál. Olyan beteg volt, hogy majdnem meghalt. Már a pokol szájánál volt. Lent. Az nagyon mélyen van. És mennyi idő alatt gyógyított meg az Úr? Egy másodperc alatt, és itt van. Dicsőség az Úrnak. Az Úrnak adjunk egy nagy tapsot. Dicsőség az Úrnak. Isten hűséges. Hűséges az Úr. Gyógyítód az Úr, szabadítód. Ott van a három ifjú, bedobják a tűzbe őket. És mikor kijönnek, miért azt mondja, még a tűz szaga se járt át? Miért? Mert Krisztussal voltak. Krisztussal vagy, nem a bűz fog átjárni, hanem a Szent Szellem. Nem a tűz szaga, nem füstös leszel, kormos. Ezért ne szivarazzál, mikor az Úr jelenlétében vagy, mert hogy néz ki, hogy szivarazol? Hát elégsz. A szivar elég a szádba. Ne hülyészkedj, az Úr megszabadít. Cigisek, nyugodtan gyertek, a végén imádkozunk, értetek. Ha jöttél, szivarazza, antiszivarazos legyél, mikor elmész innen. Nem kell cigizzél, megszabadított ettől is az Úr, megtisztít ettől is. Az is egy nagy nyolja. Nem beszélve, mekkora pénzrablás. Tudjátok, hogy a cigi egy életen át mennyi pénzt viszi az ember zsebéből? Körülbelül 40 ezer euró. Egy cigisnek. Az elég sok pénz. Kár. És még a gyógyszerre nem beszéltem. Csodálatos szabadítónk van. Csodálatos gyógyítónk van Jézus Krisztusban. De nagyon tetszik Péter. Azt kérdezi Péter Jézustól. Íme mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvén mondta neki, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta a házát, vagy fitestvérét, vagy nőtestvérét, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekét, vagy szántófőt. Én érettem, és az evangéliumért, aki száz annyit ne kapna most ebben az életben, ebben az időben. Házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket, szántóföldeket, üldöztetésekkel együtt, és a jövendő világon pedig örök életet. Amen. Drága testvéreim, Jézus Krisztus követése a legfantasztikusabb dolog a világon. Péter zsidó lévén megkérdezte ebből, milyen haszon van. Mi követtünk. Lesz belőle valami? Nyerünk mi is belőle valamit? Azt mondja Jézus, figyeljetek ide. Senki sincs. Senki sincs, de nincs kivétel. Te se, mondja el a szomszédnak, te se vagy kivétel. Nem vagy kivétel. Senki sincs, aki az elkezdi Jézus Krisztus követni tiszta szívből. Hogy ne áldaná meg itt az Úr százszorosan. Feleség nincs benne, észrevettétek. Nehogy valaki félértse. Abból egy is elég örömnek, és nagy örömnek is. De azt mondja az ige, hogy még anyagilag is százszor annyit ad az Úr. Nem kifoszt Isten.
hanem megáldozó. De azt is mondja, hogy üldöztetésekkel együtt. Tehát a Peninász testvérek megjelennek. Tehát erre számíthatsz, hogy leszel üldözve. Ez hozzá tartozik a normalitáshoz. A csomaghoz. Ez az áfa. De mivel zárodik? Örök élettel. Drága testvéreim, ez a leges-leges, legcsodálatosabb dolog. Ezért kell Jézus Krisztus követni, hogy az örök életünket megnyerjük. Érdemes az Urat követni. És csak akkor tudjuk megnyerni az örök életet, hogyha őt fogjuk követni. Ámen? Remélem, meggyőztelek, érdemes az Urat követni. Kérlek, álljatok fel, és a dicséretet kérem, hogy jöjjenek fel a színpadon. Úgy fejeződött be a történet, tudjátok, csak azt már nem mondtam, nem akartalak fárasztani, láttam, álmosak vagytok, hogy miután követ, hogy ez az ember miután követte Jézust, tudjátok még mit csinált? Dicsérte az Urat. A dicséret is elárulja azt, hogy az embernek van egy látása. Megnyílik a szemünk, akkor tudjuk dicsérni az Urat, jó kedve. Na kérlek benneteket, mondjunk el közösen egy imád. Még jobban elkötelezzük magunkat abban, hogy az Urat fogjuk követni. Ámen? Meggyőztelek? Hányan érzitek, hogy nagyobb látásra van szükséged az életednek valamilyen területén? Akkor gyertek, mondjunk el közösen egy imád. Mennyi, Atyám? Hálákat adod neked, hogy elküldted a te fiadat, Názareti Jézus Krisztus, hogy megkeressen engem, aki elveszett voltam, aki átok alatt voltam, nyomorúságban voltam, vakságban voltam. Köszönöm, hogy megkerestél, és megtaláltál. Én pedig, Uram, téged követni, foglak követni életem minden napján. És azt kérem tőled, hogy nyisd meg az én szívemnek a szemeit. Adj nekem tisztánlátást, hogy meg tudjam különböztetni a jót a rossztól, a szentet a szentségtelentől. Uram, köszönöm neked az egyházat, ahol elég sok szálka van még. De én a mai napon eldöntöm, hogy nem fogom az időmet tölteni szálka nézésekkel, hanem ehelyett reád nézek, az imádkozással fogok foglalkozni. Eldöntöm, Uram, és elkötelezzem magam, hogy az ima embere leszek. Minden nap időm lesz imádkozni, könyörögni, közben járni az Úr Jézus nevében, és téged foglak követni életem minden napján. Jó kedvel! Köszönöm, Uram, hogy készítettél egy csodálatos helyet azoknak, akik téged követnek. Köszönöm, Uram. Dicsérlek téged. Jézus nevében. Ámen. Ámen. Még mielőtt dicsérnénk az Urat, még azelőtt szeretnék azokhoz is szólni, ha úgy vagy itt, hogy még az Úr nem bocsátotta meg a bűneidet, nehogy hazamenjél. Itt van az a hely, ahol az Úr megbocsátja a bűnöket. Mert a legnagyobb baj a bűn az embernek, a legnagyobb vakság a bűn. És hogyha te úgy most, ha eljön az Úr, nem tudna elvinni, mert még nem követted eddig az Urat. Mert az, hogy hiszünk az Istenben, az egy dolog, barátaim. És az, hogy megnyitod a szemünket, az egy más dolog. És hogyha még nem nyitotta meg a szívedet, akkor szeretnék hozzád szólni. Gyere, imádkozni fogunk mi is érted, azért, hogy az Úr megnyissa a szívedet, és más emberré váljál. Amíg dicsérjük az Urat, ide várunk előre. Mi pedig jókedvel, hangosan, vidáman dicsérjük az Urat.